peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Please sit down. My privilege is to say for everybody of you a very warm welcome. I'm so blessed with us. We have a special day when we remember 95 years. 95 years opportunity which give us God for show His name. We would like to show His name by words, show His name with all our life. I have a privilege for say, dear pastors possibility to share the message. I ask for opening prayer, Bishop Colomando, please come up. Let us stand, álljunk fel. Mi segedelmünk jöjjön az Úrtól, aki által a fiú Szentlélek, teljes szent áldottság, egy örök Isten. Örök jó Isten, köszönjük, hogy együtt lehetünk, légy velünk ebben az órában. Segíts minket abban, hogy minél jobban megismerjük a te akaratodat, segíts minket, hogy minél jobban tudjuk, szeretetünk, érintetünk, mint testvérünk. Mindazokat, akikkel érintkezésre vagyunk a mindennapi életben, légy velünk. Erősítsd ezt az órát, amikor te nevedbe találkozunk. I hope is in the name of the Lord who created heaven and earth, the Lord God, our Heavenly Father. We ask for blessing on our gathering. Be with us, strengthen us. Let us better come to understand your desire and love in our lives during the time that we meet in your name. Amen. Amen. Blessed days are Lord, a song. The song is on our bulletin inside, is Send Lord, which is an English song, Holy, Holy, Holy. I ask everybody who is in the internet, please turn off the computer, mute the computer. Please turn back, so please mute your computer. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünkről fölállva testvéreim, gyertek, halljuk meg a mi győzedelmes hitünket, elmondva együtt hangosan a keresztény egyház
egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriából, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Fennálló énekként énekeljük az Egyháznak a Jézus című éneket. Ez az ének a belső, ott a belső lapjának. For English message, I ask Dr. Rudy van Rijn, Associate Conference Minister on the Church of Europe. Good afternoon, everybody. What a wonderful and joyous occasion that this is to celebrate with you on this 95th anniversary. Some of you may remember that I was here 5 years ago for the 90th celebration, but then I didn't preach. I can't even remember what I did then, but I remember that day so very well. And I also see Laurie over there. Good to see you from the Central Association. I don't recognize any other folks here, and I saw Chris Bergstrom on the computer, but I don't know where she is right now. The words of the sermon title are not my own. I borrowed the title from the doctoral track which I completed at the Wesley Theological Seminary in Washington, D.C. The track that I followed was called
life together, spirituality in community. Specifically asking what the church of the future might look like and what the characteristics of a person of faith would be in the future. It affirms that faith and a spiritual community go hand in hand, although each one manifests differently in the lives of people who call themselves people of faith or spiritual, or as some still call themselves, religious. It is fitting to ask about the future, especially for a church that celebrates such a milestone anniversary as the First Hungarian Reformed Church of Los Angeles, your beloved community. 95 years. Congratulations. I will share greetings later in the program. But let's hear what the Apostle Paul has to say about the church in general that we could apply in our specific situation today. Paul speaks of unity in the seven verses that we've read from the letter to the Ephesians. Living as one is godlike. And he gives a definition. There is one body, one spirit, just as you were called to the one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in all. Now, this is an amazing statement of faith, and one that guided the Church of Jesus Christ over the millennia. We are all part of the Church of Christ around the world, but we are also part of the denomination, the United Church of Christ, whose motto really is that they may be one. And the stole I wear today was from the General Synod of 2015 in Cleveland, Ohio, where the theme was unexpected places. God and Spirit show up in unexpected places and unexpected times. As a congregation seeks unity among its members, so do we also seek unity in our denomination. And Paul's statement of unity is one we all hold very dear to our heart, and I am particularly glad that we can express this unity today. It is a statement of unity. However, this statement of unity has also been a stumbling block for as long as it has been a blessing. Especially when people of faith did not know how to live unified, how to live together as one. Just looking at the history of the Christian tradition, it often resembles a sad, disjointed, often conflicted body. Seldom do we actually achieve these lofty goals. But dogma and ideas split rock-solid communities apart. Siblings stand up against one another. Generations fight about trivialities, and lifelong Christian friends part ways because of disagreement, leaving behind a trail of sadness, tears, and sorrows. Oneness, unity, is often elusive, and communities remain fragmented. Would you then not agree that we might want to ask what your oneness really means and how to best achieve that lofty yet elusive goal? Once we state our unity, we might then want to ask what follows next. It's good to say we're one, but then what follows next?
And interestingly, the Apostle Paul might have suspected that the folks in Ephesus would struggle with this lofty ideal, and he simply added the next verse saying, but each one of us was given grace according to the measure of Christ's gift. The Message translation, which I often use, really says it beautifully. Everything you are and think and do is permeated with oneness. But that doesn't mean you should all look and speak and act the same. Out of the generosity of Christ, each one of us is given our own gift. Sometimes I think it's easier to ask the question in the negative and rather to ask, consider what oneness does not mean. Oneness does not mean uniformity or standardization or a cookie-cutter approach to life, control and regulation, coercing people into groupthink. Oneness does not negate individuality or creativity or the liberty to make decisions. The Google definition of groupthink is the practice of thinking or making decisions as a group in a way that discourages creativity or individual responsibility. Also, groupthink is when a desire for conformity in a group results in an irrational or dysfunctional decision-making outcome. Now, that was Wikipedia. That certainly is not the kind of oneness we're talking about. That is not oneness that speaks of vitality, rather one that stifles and limits and controls. Oneness in our text means something else. Oneness that carries within it the seed of vitality is different. It means that we use the different gifts that Spirit has given us. Each one of us is uniquely gifted for the benefit of all. Oneness might mean that we all celebrate diversity and the richness of our human fabric, and that we are all equally appreciated for who we are and appreciative of one another. I cannot tell you much about the church in Ephesus. But Paul sure knew their strengths and their weaknesses. He knew that they were all so very different and of the temptation to pull in different directions, that they would struggle with this oneness. And in the remainder of this letter, he urges them with a list of do's and don'ts on how to live together and to become a spiritual community. A household of God. Oneness has to do with finding our own voice in the choir of voices, standing for the same things, seeking a greater goal despite our differences. Seeking oneness becomes, therefore, a spiritual discipline. It doesn't come by itself. It has to do with good behavior, with respect for one another, with kindness towards one another. And Paul tells it straight as it is. Telling grown-ups how to behave, you might look at yourself thinking, no need to be told how to behave. We are mature, we're modern, we've evolved. We know good from bad. Indeed, and there is no offense intended here, but he gives very clear instructions saying, no more lies. Tell the truth. No more pretense. No more anger. Never plot revenge. Don't give evil a foothold in your life. Watch your language. Be kind. What he basically says in the remainder of the letter is that because
Each one of us is so differently gifted. And because each one of us is marked with the Spirit of God, we are called to live our best behavior. So we become more God-like. So we become imitators of God. So the household of God comes alive through God's beloved children. Those who live in love as Christ loved us and gave himself up for us. A fragrant offering and sacrifice to God. Many have forgotten or are simply ignoring these words. Today there is an attack on kindness and decency and good behavior. We see this in the way people talk to one another. Even on social media, such as Facebook, there is a basic lack of civility. We see how our national narrative undermines kindness. We even see church folks acting from a spirit of meanness. As long as I'm the top dog, I don't care about the underdog. As long as I get what I want. One could say we have a moral crisis in our time that also the church has not escaped. For the church in Paul's time, there were certain gifts necessary. And he lists those gifts of the Spirit and the fruits of the Spirit in some of his other letters and his writings. And no doubt that these gifts and fruits are still alive among us. And you know those lists of the fruits of the Spirit and other gifts of the Spirit. But our times are different and requires different gifts. What gifts would the church of the future need most to escape the moral crisis and survive these troubling times? And I'm going to list a few. The church of the future needs moral warriors, spiritual warriors. Warriors are individuals who are willing to stand for what is right. Author and spiritual teacher Margaret Wheatley calls us to make a moral choice, to not enter the spiral of darkness and despair, but to make good, clear moral choices for compassion and insight. She calls people of faith to become spiritual warriors. The warrior is not a foot soldier who travels to a distant land to conquer a territory on behalf of his king or queen. A warrior is someone who exhibits characteristics of strength and valor, insight, compassion. A church community that makes radical moral choices will have an impact on its community and surroundings. So here's my question. Look around one another. Just look to your left, look to your right, and ask yourself, who among you has the gift of spiritual discernment? Who is called to become the moral spiritual warrior? The church of the future needs to learn new ways of relating, spawning hope, creating connection and networks that are flexible. No more isolation, but seeing new possibilities, casting new visions. Some call it emergent strategy, a new way of looking at life and seeing new possibilities, finding new ways for people to be in relationship with themselves and with one another, their neighbor, our home, our planet. Emergent strategy will seek new ways of intentionally changing our ways so we grow our capacity to embody the liberated world we're all yearning for. So you all are celebrating a wonderful 95-year history. But your life today and tomorrow needs new possibilities. New visions, new thinking. Now,
Look around again. Who among you received the gift of casting a new vision and seeing new possibilities for the future? And those gifts live here. They are there. It's just maybe you're a little shy, but those are the gifts and they are present. The church of the future needs deep listening. Delving deep into finding answers from within. We have the answers. We might discover that many of the answers are already available, but we need to bring them to the fore. Finding a path where we thought none existed. Always moving forward towards new possibilities is required in the church of the future. It is never fixing the past. We can celebrate the past, but you cannot fix the past. But it always has to do with finding new direction and new hope. Are there any of you who received the gift of deep listening? And if so, please, for the sake of God's church, lead your congregation into the future. And friends, none of this will happen unless we become very intentional about our calling. This is the question of purpose. What is your purpose? What is your purpose, and how can you best live your purpose? A church community that is rooted in healthy spirituality will discover their anchor is grounded in God and nothing else. Again, as I look over you, who received the gift of seeking purpose? Please sign up for the sake of the well-being of all. If the gift of purpose has been given to you, live intentionally for the sake of the people of God. Today, the First Hungarian Reformed Church of Los Angeles is celebrating and dreaming. I named but a few gifts that are essential to the church today, going into the future. Without these gifts, there will be no church for the future, no future for the church. And then there are many more. I've just listed a few. In fact, how would I know what the intention of the Spirit is and the abundance of the spiritual gift that Spirit has given to the children of God, to each one of you? How would I know that? Those gifts live among you. Seek them out, nurture your gift, and apply your gift for the greater good. Oneness or unity for its own sake is stale. But oneness because of the combined blessing of spirits in this time and place is a gift from God to the people of God. You tasted God's incredible blessing for many years. My wish for you is that God will continue to be kind and merciful to you. And I implore you, in the name of God, to discover your spiritual gifts and bring life to this household of God. Blessings on you all as you live your calling into the next decades of the First Hungarian Reformed Church of Los Angeles and beyond. And then again, congratulations. Amen. Amen. Thank you so much. It's a very high value message from God and from you. Now I ask Chris Bergson, by internet, according to Conference Minister in the United Church of Christ, for the blessing. Please stand up for the blessing. I bring you greetings from Santa Barbara on this day. I'm grateful that my trusted colleague Rudy is with you and has brought such an inspiring message.
I am also grateful over the last 6 months to have met Zoli on our Zoom call. And so, in keeping with the theme of Ephesians for this day, I share this blessing from Paul's message to the early church. You know, Paul presented the gospel as the answer to brokenness in a culture that was marred by injustice and oppression. And this is the good news that you've been sharing for 95 years that leads to transformation in the next 95 years. And I share this encouragement from the Message version of the scripture. Our task is to bring out into the open and make plain what God, who created all this in the first place, has been doing all along. Through followers of Jesus like you, gathered in churches like this, this extraordinary plan of God is becoming known. So I ask God to strengthen you by His Spirit, that Christ will live in you with both feet planted firmly on love. You'll be able to take in with all the followers of Jesus the extravagant dimensions of Christ's love. Reach out, experience the breath, test its length, plumb the depths, and rise to the heights as you live full lives, full in the fullness of God. Remember, God can do anything. God can do and will do far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. May that Spirit gently and deeply move you into your next 95 years. My blessings to you all on this special day. Thank you so much. Just sit down, please. Thank you. Now I ask Iroma to Marty Eva for a special. I'm
say amen because all song is double praying. Praying by words, praying by melody and rhythm. I hope we feel same praying. Magyar Isten tiszteletünk kezdetén tiszteletel kérem Dr. Havasi Katalin a Magyar Biblia Szöveg felolvasását. Mózes 5. könyvéből olvasom a 8. fejezetből a 6. verstől következőket. Tartsd meg tehát Isteneknek, az Úrnak a parancsolatai, az ő utain jár és őt tégye. Mert jó földre vízte most téged Istened az Úr, folyóvizeknek és mélyből fakadó forrásoknak a földjére, melyek a völgyben és a hegyen erednek. Búzát és árpát, szőlőt, fügét és gránátalmát termő földre, olajfáknak és méznek a földjére. Olyan földre, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeret, és nem szűkölködöl semmiben sem. Olyan földre, amelynek a köveiben vas van, a hegyeiből pedig rezett bányászhatsz. Ehetsz jó lakásig, és áldani fogod Istenedet, az Urat azért a jó földért, amelyet neked adott. De vigyázz, ne feledkezzél el Istenedről az Úrról oly módon, hogy nem tartod meg parancsolatait, döntései és rendelkezései, amelyeket én ma parancsolok neked. Amikor jó lakásig eszel, szép házakat építesz, és azokban laksz, mikor elszaporodnak marháid és juhaid, lesz sok ezüstöd és aranyad, és bővében leszel mindennek, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz Istenedről az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Ez Isten igéje. Igazán felkeltett az érdeklődésemet ez a cím, az ígéret földjéről kíván beszélni Püspök úr. Kolomán Ludwig, hogy Püspök úr, vajon Amerikára gondol? Ki tudja? Magyarországról? Vagy valami másról? Isten áldja meg a szolgálatot. És amit figyelnek el is. He asked, since this is the quote of Deuteronomy 8, the promised land, that Hebrews are being led into, what lands are you going to preach from? Hungary? The United States? Or Palestine? You're going to have to get a translation somewhere else later. Katalin elolvasta nekünk az ígéret földnek a leírását. Ahol a géberek érkeztek, ugye? Ez érdekes része az, hogy ez a leírás, ahova elmentek a héberek. Ez leginkább történelmi Magyarországról szól, ugye? Vagy Amerikáról. És nem Palesztináról. Nem akkor, és nem ma. De a héber nép számára ez igaz volt, mert ellentéte azok, amit elhagytak, ugye? Életük most már tele volt Isten áldásaival. Hol voltak az előtt, tudjátok, nemzedékek voltak rabszolgaságban éltek. Követve azt, pusztán éltek 40 évig, vándoroltak. Ezen a vándorlás időszakban
azalatt megismerték Istent. Egy szerető Isten, egy védő Isten, egy fenntartó Isten, aki reményt adott nekik, és jövőt ígért nekik. Egy csodálatos ígéret. A Palesztinából érkező éberekre gondolok, bizonyára az volt a hozzáállásuk, hogy végre Isten otthont adott nekik, egy hely, ahol népként élhettek, szabadon és lehetőségekkel. Ezt jelentette a Mózes 5. 8. része. De megdöbbentő a valóság, mivel álltak szembe. Egy föld, ahol beköltöztek, elmentek, ahol rendkívüli szűkös volt a víz, szárazság. Az egész ország, illetve az egész hely. Mennyire kevés volt a víz, olvassuk, hogy a legértékesebb örökség, amit átadhatott az ember a gyermekének, az egy vízkút volt. Nem volt víz. Szárazságban jöttek. Egy föld, ami nem zöld növényel van borítva, ahogy olvasok helyenként a Zsoltárok könyvében, tehát volt olyan hely is, de nem ez volt az egész ország. Az ígéret földje, amelyekről 5. Mózes írt, és amit olvasunk, az nem írja le az akkori Palesztinát. Valóban leírja a történelmi Magyarországot. Gondolkozunk, Kárpát-medence, hegyek, erdők, mezők, folyóvizek. Hát nem ezt írta le. És Amerika. Amiben mi, bevándorlók és bevándorlók gyermekei, Isten kegyelméből itt élhetünk. Őseik küzdöttek, hogy kikerüljenek a rabszolgaságból, mint gazdasági, hát a mi őseink, gazdasági rabszolgaságból, politikai gazdaságból, hogy másképp nem jöttek volna ide. Ha jól ment volna minden otthon, hát nem hagyták volna azt el, ugye? Azért jöttek ide. Politikai, gazdasági rabszolgaság. Ők is a pusztaságban éltek, vándoroltak egy ideig. Idegenek egy idegen országban, USA-ban. Nem beszélsz angolul? Ez itt van piszkos munka. Ezeket kapták az őseink. De mi, akik ma itt vagyunk, olyan helyen vagyunk, mintha a Biblia írónak előre látható lett volna, hogy hol lesz ez a prédikáció elmondva. Írja Mózes, jó földre visz meg most téged Istenet. Az Úr folyóvizeknek és mélyből fakadó forrásoknak a földjére. Buzát és árpát, szőlőt, fügét és gránát almát termő földre. Olajfáknak és méznek a földjére. Olyan földre, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeret, nem szűkölködött semmiben sem. Ehetsz jól lakási, és áldani fogod Istenedet, az Urat, azért a jó földét, amelyet neked adott. Nekünk beszél. Egyszer azt mondtam, hogy ez nem egy valamilyen bibliai író, ez Mózes nagybátyán írt neked egy levelet. Hallgass!
Jóskám, ez nem valami mesebeli, ez nektek szól személyesen. Mózes nagybátyának kapta egy levelet. És akkor mondja, vannak valami dolgok még hozzákötve ez, mert az Úr felül feleségnek felelősségünk is van, ugye? Írja tovább Mózes bácsi, de vigyázz, ne feledkezz el Isten erről, az Úrról olyan módon, hogy nem tartod meg parancsolatait, döntéseit és elérkezéseit, nem tartod ezeket meg, amelyek ma én parancsolok neked. Amikor jó lakásig eszel, szép házakat építesz, és azokban laksz. Amikor elszaporodnak marhaid és juhaid, lesz sok ezüstöd és aranyod, és bővebben leszel mindenben, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne felejtkezz Istenedről, az Úrról, aki kihozott téged Egyiptomból, Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Valóban őseik nem felejtették el az Urat, az ő Istenüket. Őseik. Amerikai örökségükben vannak az imaházak, minden, amelyet szintén közvetlenül azután alapítottak, hogy őseink letelepedtek USA-ba, az új országba. Amerikai örökségekben a szó szerint templomok százai jöttek létre minden olyan községben, ahol bevándorlók letelepedtek. Ez igaz volt a bányász falukra, acélgyár városokban, mezőgazdasági közösségekben, és itt is. Ma a mit képviselünk őket, a bevándorlókat. Ma mit képviselünk őket, szó szerint és lelkileg is. Azok a képviselők, akik ebben az országban érkeztek, első feladatuk az volt, hogy egyházat alapítottak keresztény közösségi és közösségük folytatása érdekében. Nem azért, mert nincs más dolog, hát építsük templomot, nem. Mert a gyermekeik is kell tudják, hogy ki volt ez az Isten, aki minket ide vezetett, megadta a lehetőséget az új életre. Ez volt nekik a legfontosabb vagyon, amit át tudtak adni. Nem pénzzel jöttek, nem maradtak, hanem ez volt az egy dolog, amit életben tartottak őket. Ez tette lehetővé, hogy ide érkezzenek az új országban, amit Mózes leért neki. Az az örökségünk, hogy gyakran még azelőtt, hogy még nem volt saját otthonunk, templomot alapítottak és építettek Isten dicsőségére. Annyira fontos volt ez. Nem felejtették el az ő parancsait. Nem csak Isten dicséretében tartották be a parancsait, hanem az embertársakról való gondoskodásban is. Őseinknek megvolt a törődés és előrelátása, hogy vigyáztak, segítették a más bevándorlókat, a szegényeket, akik ott voltak, akik bajba kerültek. Jóval azelőtt, hogy lett volna ilyen testvéri segítség, vagy állami segély. Azt az egyházak tették. Együtt dolgoztak az a kis gyülekezet, ami még
saját lakást nem tudott vásárolni vagy építeni, de az egyházon keresztül segítették, akik rám voltak szorulva a segítségre. Őseink öröksége az embertársai iránti szeretet, ez is ott volt, és ezt is tovább kell vigyük. Engedelmesek vagyunk Istennek. A Los Angeles első nagy református egyház következetének büszke és gyönyörű története van. Már több tíz év, tizede járok ide, látogatom a barátságban. Még nem javult a magyar nyelvtudomásom, de amíg elfogadhatom, erről próbálom megértetve lenni. Azok, akik ma itt vannak, élő hit élvezői, arra, hogy az ősek, az ősei milyen vallást, milyen szeretetet hoztak be, mennyire tisztelték Isten. Ha nem adták volna tovább nektek ezt a hitet, akkor nem lennétek ma itt. És ez volt nekik a legértékesebb dolog, amit át tudtak adni a következő nemzedéknek. De nem csak azt örököltétek, hogy a Mózes kötény könyvéből a felelősséget, azt az áldást, ami belejár, vigyázni kell, hogy ragaszkodjunk Úr parancsaihoz. Ahogy ma délután kinézek, kedves testvéreim, az a benyomás, hogy nincs itt olyan, aki ma reggel, amikor felkelt, nem tudta, hogy mit fog felvenni. Honnan szerző ruhája. Nincs olyan, aki nem tudta, hogy ma mit fog enni. És most nem kételkedtek benne abban, hogy hol fogtok ma ilyen aludni. Isten áldása, ugye? Ettünk és jól laktunk, ugye? Ahogy a 5. Mózes mondja. Ezüstünk és aranyunk pedig meg sokasodott. Most kell óvatosok lennünk. Folytatni kell az előttünk álló örökségét. Őseink öröksége csodálatos. Továbbra is tartsuk szemünket egyházaink célján. Egymás szolgálatát Krisztus nevében. Ez a szolgálat. Erre vagyunk mutatva. És ne hagyja a múlt eredményeit ennek a gyülekezetnek. Sem a saját egyéni sikereket, amit ti csináltatok, ugye? Ne hagyjátok, hogy ezek elaltásson minket. Avval a gondolattal, hogy már eleget tett. Nem lehet eleget tenni egy Isten szemébe, aki tovább és tovább és tovább áll és életet ad, és megadja a holnap lehetőségét. Az egyik kedvenc történetem, amit egy kasanyájról szól, ha ismerős, na, akkor ne szóljatok, nem akarom kimondani a végét. A kacsákat élnek egy kis tóval, völgyben. Körbe véve hegyekkel. És egy völgy, ami sajnos nagyon sok ragadozó is lakik. Kacsák ott vannak, kevés az étel, mindig félnek, itt ott eltűnik az egyik kacsa. És a kacsák kezdtek. Gondolod, hogy valamit kell cserélni a következő nemzeti kacsákra, ugye? Kicsi kis kacsákra. A történet az, hogy egy napon a nyáj meggondolta, elhagyta a völgyet, és kezdtek repülni. Magasabban, felhagyni. A hidegben is levegőben, majd még nem is éreztek olyan hideget, és magasabb, mint akármelyik kacsa is valaha repült.
nem is tudták biztosan, hogy sikerül ez, de végre átmentek a legmagasabb hegyeken, és ott nem eljönnek egy gyönyörű nagy völgybe, és egy gyönyörű tó, és leszállnak. Milyen csodálatos ez a hely. Kimerültek, leszálltak, és sikerült ez a hosszú út, amit eddig sem gondoltuk, ezt megtehetnék. Átrendültek, és ott az lesz az új otthonunk, és ott hatalmas völgy, mondom, gyönyörű tó, nincs fogályos állat. És ott lettek el, telepettek, és felnevelték a kis családokat, és mi a kis kacsák, követők, nem tudom. Ő békés, bőséges életet élte. És az őseik hatalmas hegyi repülés emlékére évente egyszer az összes kacsa ott találkozott a tó egyik végén, és az egyik idősebb kacsa elmesélte ősei vitéz erőfeszítését, hogy sikerült nekik ide átjönni, repülés, veszély, és hogyan örökölték ezt az új, csodálatos otthon. De ebben az új otthonban rengeteg étel és kényelem volt. Ez volt az egyetlen dolog, amit a kacsák csináltak emlékezni örökségükre. És ebben a luxus élet körében a kacsák elfelejtették, hogy hogy kell repülni. Ez a veszély, amely minden gyülekezet, minden egyház szemben áll. Milyen csodálatos dolgokat csináltunk, ugye? Look, ide jöttünk ebbe az országba, a saját erőnkön. Kezdtük ezt, és nézzétek is. És minden gyülekezetnek ez a veszély. Emlékezzünk ősei Istenben. Tehát hitükre, bátorságunkra, áldozatunkra, örökségünkre, de tartjuk-e az Istenbe vetett hitünket és mások iránti kötelezettségünket? És Isten szavában ez van nekünk. Őrizzük-e meg őseink lelkületét és hitét? Az őseink egész életükben mindabban, amit tettek, hálát adtak Istennek azért az ajándékért, amelyet nekik adott az Isten. Nem saját magukat találták ezt. Hogy az Isten a tej és méz megírt földjén élhessenek. Itt vagyunk. Ez minden gyülekezet beszélje, amikor visszatekint és a múltat ünnepli. Ennek a nemzedéknek nem csak ünnepelni, de életre kell kelteni azt a örökséget, amelyet mi ma ünnepelünk. Amen. Sőt, egy hétköznapi dolgot kell megemlítenem. Sajnos ki kell cserélnünk a tetőt. Most? Nem ma. Ma már nem. A jó hír az, hogy megvan a rávaló. De az a rossz hír, hogy mi a zsebedesze. Hálásan köszönök mindenkinek, aki bármennyire is hozzájárul ahhoz, hogy a következő télen, az előtti álló télen ne álltunk be a gyülekezetünk. Isten áldja meg az adókozókat és az adományokat egyaránt. Hisz a kérlek, és az adományokat.
being changed our room. Not today, but the close future. The good news is we have the money for the big job. Just the problem is in your package. Thank you so much, everybody of you who are helpful to do that big project. After we collected the offering, miután összegyűjtötte Géza az adományainkat, nagy tisztelettel megkérem Nagy Bálint, nagy tisztelet ura, hogy mondja egy áldást, köszönjük meg Istennek azt a sok áldást, a tapasztalat. Köszönjük Istenünk ezt a mai napot. Köszönjük, hogy ennek az egyháznak adták 95 évet, és hogy reménykedhet, hogy az elkövetkező 95 évben is együtt tudnak lenni, együtt tudnak maradni, és itt tud élni. Áld meg Urunk lelkészüket, presbitériumát és a gyülekezet minden egyes tagját. Kérünk Urunk, hogy segíts meg őket a bajban, a nehézségben, segíts meg őket abban, hogyha esetleg tetőt kell cserélni, meg tudják oldani ezt is. Urunk, légy ezzel a gyülekezettel, és maradj mindig azokkal az emberekkel, akik hisznek a jó Istenben, követik Jézus Krisztus, és azt mondják, hogy szeretünk mondjuk téged. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg az adakozók életét, áld meg azokat az adományokat, amelyet jó szívre adtak a templomnak. Kérünk, Urunk, maradj velük továbbra is. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizze meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő arcát, ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az ő arcát, ti rajtatok, és adjon békességet nektek. Amen. Mondjuk el közösen a mi atyánkat. Mi atyánk, ki vagy a mennyben, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Amint minden napunk kegyeinket ad meg nékünk ma, és bocsássuk meg védkeinket, miképpen mi is bocsássuk azoknak, akik ellenünk megvédkeztek. És ne vigyél minket a kísértésbe, de szabadítsd meg azokat, most pedig szeretném bejelenteni egy különleges alkalmat, a Szoboszlai Sándor Magyar Színjátszókörnek a rendezője egy versen készült. Ezzel a versen szeretnék köszönteni a gyülekezetet, nagy tisztelettel kérlek, gyere el föl és köszönj a gyülekezetet. Itt egy tíma, természetesen. És igyekeztem egy olyan verset választani, ami illik erre az alkalomra, és sikerült egy olyan verset találnom, amiről úgy gondolom, hogy önökről szól, erről a gyülekezetről szól, ugyanis az évek során volt alkalommal dolgozni önökkel, betekintést nyerni a tevékenységükbe, a nehézségekbe, és gondolom, hogy mindig helytálltak, tehát önökről szól ez a vers, és ugyanakkor útmutató a jövőbe is. A vers 1800
szeresd hazádat és ne mondd. A néma szeretet szűz, mint a lélek, melynek a nyelv még nem védhetett. Tégy érte mindent, éltedet, ha kell, csekébe vett, de a hazád könnyelbe ment kockára kinetett. És nem csak dicső ki a haza, a munkáspor szegény, bár észrevétlen, dolgozik a mond területén. Tűr érte mindent, ami bánt, kint, szégyen és halál. De el ne szenvedd, el ne tudd véred gyalázatát. És ne csak veszélyben légy serén, a béke vészesebb, s melyet vág álmos népeken, gyógyíthatlanba se. Gondold meg, mennyit érsz, eszed, szíved, pénzed, karod, s fukarlít alapván a honért, ha azt feláldozod. És mivel a legtöbb emberek csüggednek várniót, családot, társai és magukért, ha sorsuk csalva volt, mivel nem mérthatott elény és bűn, mely célt nem ér, kifárad újra küzdeni a vágyott javakért, időn a legbuzgóbb anya remény és munkártalan, s a veszélyén túl gyermekért csak sóhajtása van. Te még, ó, honfi, ébren állj, remélni, tenni ő. S míg a honból kin lelked függ, van egy darab a kő. S mirőn segít lesz a világ, és minden tűz kiég, a honfi szépen fennmarad egy élő szikra még. S a honfi hont, e szikra ég fenn a sírhalmukon. Bal századoknak éjjén át, elámban él a hon. S kihűlt hambából a dicső görög hon újra kér, felhozza régi hőseit a szikra fényénél. Szikra a honnapja lesz, sor fénye őn ragyog, az élet a honkevelén újulva feldobog, és újra felvirul a föld, amerre a szem néz, és minden, aki rajta él, munkára tette kész. És a nemzet Isten képe lesz, nemes, nagy és dicső. Hatalma, üdve és neve az éggel mérkező. Ó, honfi, őrizd a tüzet, és ne félj, ha vész borul. Szikra fényt ad és hevet, s ég oldhatatlanul. Köszönjük szépen, Tina! Szívesen is szeretném megragadni az alkalmat. Egy emlékapot szeretnék átadni az Egyhár Vezetőségének és tagságának következő szöveggel. A Los Angeles-i első magyar református egyház fennállásának 95. évfordulója alkalmából az egyház vezetőségének és tagságának részére. A magyar szó, a magyar hitélet megtartása érdekében végzett lelkes munkáját elismerése jutalmából. Hálás köszönet a sok-sok közösségi élményért. Külön köszönet színházi előadásaink, nemzeti ünnepi megemlékezéseink, valamint a Trianon megemlékezéseink során a nemzeti összetartozás jegyében tanúsított széleskörű együttműködésükért, közreműködésükért és támogatásukért. Isten áldása kíséri ezeket és további munkáját. Gratulálok szeretettel Szoboszlai Sándor.
a Diakonikus Magyar Színház és a Diakonikus Magyar Örök Színházban. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Zenei szolgálatot fogunk meghallgatni, először Mónus Olivér egy zongora szólóval, és utána pedig egy duett következik, Dr. Chai Chen és Mónus Olivér. This song that Oliver and I will play is part of my pronunciation. Aromi Aldash. Aromi Aldash. Yes, yeah. Just now. Thank you.
záróéneket jelentem be. A záróéneknek énekeljük el a régi református éneket, a 95. csoldát, a petét, a gulatizmus petétjével találkozott, te benned bíztunk elejétől. Külvejnek. Segíts meg mindannyiunkat egyen-egyenként abban, hogy ne vallásokat kövessünk, hanem Jézus Krisztus egyszülött szent fiadat egyedül, aki egyedül méltó követésre. Urunk, hálásan köszönjük azokat az imádságokat, azokat a tanításokat, amelyeket akár csak ma is meghallgattunk. Hálásan köszönjük a buzdítást a következő 95 évre. Hálásan köszönjük azt, hogy minket egyszerű embereket választottál arra, hogy képviseljük azt az üzenetet, amely az emberek örök életéhez vezetheti minket. Kérünk te, hogy mindannyiunknak egyenlegyenként ahhoz erőt, bátorságot, szentleted által hatalmat, hogy a mi feladatot rám bíztál, azt bevégezhessük. És együtt dicsőíthessük a te szent nevedet ebben az időben és az örökké valóságban. Kérünk te áld meg a jelenlévő gyülekezetet, különösképpen az ige szólóit, akik oly sokat tesznek a te szent nevedet. Áld meg mindannyiunkat, hogy a mi feladatunkat betölthessük a te terved szerint. Köszönjük, hogy meghallottad imádkozunkat, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Tüntet kérlek, segítsz. Segítsz, kérlek, de. Very good. Yes. Hálásan köszönöm. Köszönöm mindenkinek, aki megjelent ezen az alkalomban. Hálásan köszönöm, akik közre működtek az Isten tisztelet lefolytatására, és azoknak is, akik bármilyen módon is együtt voltak velünk. Isten áldjon meg benneteket, és ismételjük meg ezt a szép alkalmat, talán 5 év múlva, talán következő Thank you, köszönöm szépen. We would like to welcome every one of our guests here. And we would also like to say thank you to God for giving us this amazing day. We welcome all of you here with us to help us celebrate. We want to thank everybody.
everybody who is participating. We also want to thank anybody who in any way helped put this day together. And we want to thank anybody who donated, and we want to thank anybody who did anything, because as you all know, putting anything together takes a lot of different hands. And if I forget at the very end to invite you to our Palachita party, just remember we have a Palachita party after this. Next on our program, we have Dr. Imola Anet Sabo, representing the Consul General of Hungary, who will say a few words to us in Hungarian and in English. Köszönöm szépen! Tisztelt hölgyeim, tisztelt uraim, tisztelt honfitársaim! Engedjék meg, hogy a Los Angeles-i Magyar Főkonzulátus nevében köszöntsem Önöket a Los Angeles-i első magyar református egyház fennállásának 95. évfordulóját ünneplő rendezvényén. Az 1926 óta működő egyház a nyugati diaszpórában nemzet és lélek megtartó erő. Az elmúlt évszázad folyamán az Amerikába érkező magyarokat kezdetben leginkább az egyházak kovácsolták közösségé, őrizte őket hitükben és magyarságukban, hiszen az identitás megőrzését leginkább a közösség teszi lehetővé, az a közeg, amelyben nyelvünket, szokásainkat, hagyományainkat gyakorolhatjuk. Ennek egyik támpillére az anyanyelvi istentisztelet, az egyházi közösségek, melyen keretében erőszervezetként fogadnak be minden olyan tevékenységet, esemény, amely az értékrendjükkel összhangban áll. Ahogy azonban mindenhova, a külhoni magyar közösségbe is betört a globalizáció, és ezzel együtt annak veszélye, hogy az integráció sok esetben asszimilációhoz, nemzeti és vallási sajátosságaink, értékes hagyományaink, nyelvünk, kultúránk feladásához, elvesztéséhez vezet, különösen a fiatalság körében. Talán kimondhatjuk, hogy még évtizedekkel ezelőtt a kivándorolt magyarok csatlakozási szándékkal maguk keresték fel a magyar szervezeteket és egyházi közösségeket, ma már nincs meg ez az automatizmus. Ennek megfelelően ma egyre nehezebb, egyben fontosabb és felelősségteljesebb szerep hárul az egyes magyar közösségekre és egyházi szervezetekre, ahogy önökre is. Ma a Los Angeles-i első magyar református egyház fennállásának 95. évfordulóját ünnepeljük. Mondhatni, e szervezet születésnapján. Ez a jeles alkalom pedig akaratlanul is előhozza a számvetést és a múltra való emlékezést, egyúttal a jövőbe tekintést, a vágyak és célok megfogalmazásának lehetőségét. Kérem a ma összegyűlt ünneplő tömeget, Önöket, hogy a képzeletbeli tortán lévő 95 égő gyertyát elfújva fogalmazzák meg vágyaikat. Egyúttal szeretném megköszönni, hogy szívügyöknek érzik a magyar identitásuk megőrzését, és hogy eljöttek ma ide annak érdekében, hogy ennyit ünnepeljük. Köszönöm! Kérem Krisztina Perepszom először, hogy a köszöntését mondja el, ő interneten van jelen. Kérem a mikrofonot kapcsolva. I think you're right. She speak in English better. I ask Reverend Krisztina Perepszom for say his words. Please turn on the microphone. Until she's ready to speak, I ask Rodica.
van green. You won't feel bad if she interrupts you, right? No, I won't feel bad. She's my boss. So I will happily oblige. And I don't know, maybe there's no connection or whatever. The point is, okay, I can maybe do this. So that I fit into the frame. Well, I think you're doing a great job with this technology here. I mean, this is new for all churches. You are not the only church struggling with people outside virtually and then locally, so I applaud you for that. The greetings come on behalf, and then I'm kind of like ad-libbing right now because Chris is not connected at the moment. But greetings to you all from the Southern California Nevada Conference of the United Church of Christ. Now, our conference has four associations: a Northern Association, Central Association, Eastern, and Southern. And the Central Association was, now help me, Lori, have the Central already welcomed this church in, or is it still happening? Not yet. Not yet, but there is a process, right? There is a process of discernment for this congregation to be welcomed into the Central Association. Yeah. I'm not. There's no doubt. It's just a matter of time. It's just a matter of time. And that is exactly why I wasn't exactly sure on this, because I focus more on the churches in the Southern Association, which are all the churches in San Diego County and some churches in Orange County. So altogether, the conference has about 133, I may be off with one or two, maybe 135 churches that form the United Church of Christ. And we are very proud of this diversity that we can celebrate and welcoming this church eventually into this association and conference will just be, make it so much more diverse and so much more wonderful. I know that there is a path that is being followed out of discernment between this congregation and the association and also the pastor Zoli over here. I wish you well on that journey. It is our pleasure as the United Church of Christ to always welcome our congregations and bring the greetings from the office. And I think I've done that now, even on behalf of Chris Bergstrom, who is in Santa Barbara at the moment. Well, that's where she lives. So I also have one small greeting to bring you, and that is from the Reverend John Varga. You probably know John Varga, yes. Right? He's been here a number of times. He is also a member of the Glendale First Congregational Church, where I'm also a member and where I'm serving as pastor. And John and I, we spoke this morning, and I said I would bring the greetings from John Varga over to you as well. So with this, all our blessings on you on this wonderful celebration of the 95th celebration of the, now I need to get it right, First Hungarian Reformed Church of Los Angeles, right? Yes. Thank you. Thank you. Thank you so much. I hope you agree with me. All of our members are messengers of Jesus Christ. We would like to make that very important job perfect, if possible. But for that, we need your prayers, of everybody's prayers, because the prayers help us, give us power, give us help from Holy Spirit. Now I ask Bishop Holger Ludwig for his greeting. I get to look at myself, if you guys see, I should have combed my hair. I don't bring any official greetings from anyone. I'm a past conference minister, Lake Alvin Seminary,
elected terms of six years, and then I served for an additional year after that on the vacancy. And I bring greetings from the Homestead Church that you guys sent greetings to 2 weeks ago. I've taken care of them because this was your Pennsylvania area for a number of years. So I can bring greetings from Dayton, where I'm still on their board of directors, Ohio. And mostly I bring my own greetings. I come, I've had the opportunity, I mentioned in the very sermon, been here quite a few times. Almost made it here a year ago last Easter. And that was when Julia and I talked on the phone, and yes, I'm going to come. And then she hanged up the phone, and I hanged up the show, and I started thinking, my sister just got back from Australia, as a year ago and she and her husband breezed right through all the airports, and they were in Denver, and he ended up in the hospital with COVID. Not a soul checked them, touched them, anything. And for me to come, that time would have meant flying to Vegas, flying to somewhere in California. That was the way it was. And then I was going to go visit Margaret in Nevada, which meant last time I was back to Vegas, then up to Reno, back to Vegas at home. I'm going through Chicago, there's hundreds of thousands of people go through there every day. Vegas, there's more people. And if you think people are irresponsible with their money, they're probably irresponsible with their health too. So how many people am I going to bump into come here? So I didn't come that time. We called each other the same day. I got the phone in my hand, I'm going to call her, I'm thinking about this. And she calls me and she says, it's really not such a good idea, you know? And it was scary. She had a nephew who died of COVID. I buried six people who died of COVID. One of our ministers got it, and she was going to camp. So she couldn't go to camp. Here, it's a bad thing. I bring greetings. I love coming here because, as I said in the sermon, I enjoy the people here. And that's an honesty. I feel friendship, I feel love. UCC, check out lay people participating on every level. I've never seen that in Ontario church. Beautiful music, lay leaders, and you ought to get on the internet once because they take more part there. All of us are here now, but they can't. I enjoy coming here. I thank you for the welcoming attitude. I appreciate that Don Marius for giving the fact that I never went to a Marius school in my life before. Sometimes my pronunciation is in. Anyway, but otherwise, I enjoy being here. I hope the Americans forgive me for the lousy English that I have. I grew up in areas where the word ain't was normal. This is different, though. Thank you. Thank you. Thank you. I'm sorry to take up so much time. Thank you so much. Maybe somebody don't know, Bishop Coleman will be almost every Sunday with us in interval. And he's not just turn on the phone, put down and go to sleep, and wake up when he's his job, his service, the praying. I listen his praying. He's always watch my preaching. I'm like a teenager pastor as him. And he's listening. You know how high volume is for me? And when I listen his praying, I realize he's filled up the holes which I missed in the sermon. It's a so great blessing for me. He's not only a pastor, he's not only a preacher, he's a follower of most pedig nagy tisztelettel kérem Ágoston Balkó Attila által tisztelet tulajdonképpen.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Én magammal hoztam a főtisztelt püspök úrral ellentétben magammal hoztam a többeknek is a köszöntését. Elsősorban főtiszteletű Szabó Sándor püspök úr és kedves felesége Szabó Zsóka a főtiszteletű asszony köszöntését hoztam. Ők Magyarországon tartózkodnak, azért nem lehetnek itt. És hasonlóképpen az ontáriói független magyar református egyháznak a köszöntését is magammal hoztam. Én magam most vagyok először ebben a templomban, ebben a gyülekezetben, ugyanis a járvány előtt alig több mint egy évvel érkeztem Kaliforniába, és az első időszakban a gyakori utazásaim miatt, úgy emlékszem, hogy egy-két alkalommal meghívott a gyülekezet szolgálatra, de nem tudtam elvállalni, mert repültem, utaztam, majdnem minden vasárnap egy másik gyülekezetben voltam, a missziói gyülekezetekben, és utána pedig a járvány akadályozott abban, hogy találkozunk. Viszont idén alkalmunk volt találkozni nagytiszteletű Bátori Zoltán lelkipásztor testvéremmel Ontárióban, akkor egy kicsit hosszabban elbeszélgettünk, többek között erről az egyházról, erről a gyülekezetről is, valamint a Los Angeles-i első Magyar Református Egyház egy kis csoportja a testvéri látogatást tett nálunk. Ott volt Garai Tünde főgondnokasszony is, illetve hát többen is nagy öröm volt, amikor ma reggel, illetve most délután megérkeztem és felismertem az ismerősöket, ugye akik ott voltak ezen a látogatáson. És akkor meg tudtuk osztani egymással a tapasztalatainkat, örömeinket, bánatainkat. És nagyon remélem, hogy lesznek még hasonló találkozásaink. Ezekre az emlékekre gondolva, ezekre emlékezve, a 133. Zsoltárnak a kezdő és a végző versét szeretném felolvasni. Így hangzik. Íme mi jó és mi gyönyörűséges, amikor a testvérek egységben együtt laknak, csak oda küld áldást az Úr és életet örökre. Ünnepnapokon, mint amilyen a mai, a testvérek egységben való együttlakozásának valóban csak a szépségét látjuk. Milyen szép, amikor így együtt ünnepelünk, amikor együtt vagyunk. Azonban a hétköznapokban, az ünnepek előtti szervezés ideje alatt, a súlyos döntések idején tudjuk, hogy ennek a szépségnek nagy ára van. Sok alázatra van szükség, és arra, hogy a nagyobbik testvér le tudjon ereszkedni a kisebbik testvérhez. Úgy, ahogy az olaj lefolyik, vagy lefolyt a felkentnek a szakállán, vagy ahogy a Hermon harmatja leereszkedett a Sion hegyeire, úgy, ahogy a Zsoltárnak a többi verse ezt a hasonlatot, vagy ezeket a hasonlatokat használja. Dicséretesnek tartom, hogy a Los Angeles-i első magyar református egyház korábbi és jelenlegi lelkipásztorai, vezetői, presbiterei, gyülekezeti tagjai meg tudták mindezt tenni az elmúlt 95 év alatt. És hiszem, hogy ennek az alázatnak, egymáshoz való odafordulásnak, egymáshoz való leereszkedésnek meg fog teremni a gyümölcset. Áldást és életet fog adni a mindenható Úristen örökre ennek az egyháznak. Isten áldását kérem a Los Angeles-i első magyar református egyházra, megalapításának 95. évfordulóján, a lelkipásztorára, főgondokára, presbitereire és minden egyes tagjára. Isten éltesse örökké ezt az egyházat. Szeretném bejelenteni Reverend Les Martin köszöntését. I think he's on internet, but I can't see his name. Les Martin. Les Martin, yes, I see. Please, Les. So, hello everyone. I'm Reverend Les Martin. It's a pleasure to be with you in this celebration of your 95th anniversary. For those who don't know me, I'm a Hungarian Reformed minister. I've been ordained as a Hungarian Reformed
now. And I just want to also mention that I'm president of GBU Life District 3000, the Hungarian Reform Federation of America, which was established in 1896. We merged with GBU Life in the year 2011, and it was a good business decision for us to do that. Our members now benefit from some great programs for life insurance and annuities and scholarships and various other things. We continue to support, we have 6,000 Hungarian members, and we continue to support all of the Hungarian organizations around the country. We love you because you are our brothers and sisters. And I'm sorry, I'm not fluent in Hungarian. I always like to tell the story that when I have attempted Hungarian, I've done all right, sometimes with short sentences. One time I wanted to tell my somebody I knew, a group of Hungarians, that my mother was Hungarian and her last name was Farkas. So I tried to say it in Hungarian, you know, if I said Édes anyám magyarul, you understand that. But if I said Édes anyám Farkasból, but in any event, what I'd like to say to you is, on behalf of about 6,000 Hungarian members, best wishes, congratulations, and may God continue to bless you as you move forward into the next 100 years. You have provided a tremendous service there. By the way, I can't remember when it was to do with George Moshe when I came to visit there, but it was probably around 2004, 2005, maybe a little earlier than that, but not much. Anyway, we enjoyed our visit with you and got to see the church, and it was really a blessing. I do want to say also that a check is on the way to the church from the GBU Life District 3000-HRFA. That would be us, and we're pleased to celebrate with you and support you as you continue the services for all of our American-Hungarian people and for the community around Hawthorne and the greater Los Angeles area. God bless you, and thank you very much for allowing me to come and say a few words. Thank you so much. I have experience listen that word lion mother. Farkas mother? Farkas is this wolf mother. Lion mother. In Hungarian is Oroszlán szívű anya, az egy azt jelenti, hogy egy mindent megtesz. Lion mama. Farkas mama, maybe she was very, very proud of it. Most következnek, now becomes some special